Ismét szép számmal látogattak el a leendő középiskolások a DSC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégiumba, ahol angol nyelvből, illetve matematikából adtak számot a tudásukról a fiatalok. Mindkét megméretet és népszerű volt a gyerekek körében. Előbbi egy idegen nyelvű bemutató részeként adtak számot tudásukról a tanulók. Mindenféleképpen második verseny. Egyrészt ez a második, nyolcadikosoknak szervezett napunk. Másrészt pedig ezen a napon a matematika mellett az angol nyelvi prezentációs versenyre kerül sor. Angol nyelven folyik, mert sajnos a német nyelv kevésbé tanított nyelv az általános iskolákban. Hagyományteremtő jelleg el, váltottuk le az eddig történetírói és szép kiejtési versenyünket erre a csapatversenyre. A célunk az, hogy minél többet tudjanak szabadon beszélni idegen nyelven a magyar tanulók, másrészt pedig a turizmus ágazatunknak az egyik feltétele az, hogy nagyon jó nyelvtudorok kerüljenek ki érettségi után ebből az iskolából. Az intézményben kifejezetten nagy hangsúlyt fektettek erre az idegen nyelvű versenyre, így szakképzett zsűri szervezte, illetve értékelte a diákok teljesítményét. A teljes angol, illetve idegen nyelvi munkaközösség itt van a mai délutánon. Mind az öt angol, illetve német szakos kollega zsűrizik, de igazából az ötletgazda a zsűri elnöke, aki meg is szervezte az általános iskolák között ezt a versenyt, Majár Tamásné. Nagy örömünkre szolgál, hogy nem csak a közvetlen környezetünkből érkeztek csapatok, hanem alsó szentívánról, alapról és apostagról is köszöntöttünk csapatokat. A matematika versenyen hat település, 30 diákja meg magát. Általános iskolai 8. illetve gimnázium 8. évfolyamosok töltötték ki a teszteket. Német Margit néhai kolléganőnk nevéről elnevezett versenyről van szó. Általános iskolai 8. osztályos tanulók részére rendezzük, illetve az idei évben először szerveztünk gimnáziumi kategóriát is. A két fordulóból áll a verseny, az első rész 45 perces, 12 tesztfeladatot tartalmaz. Tulajdonképpen ezzel viszonylag könnyen tudnak végezni, csak be kell karikázni, hogy szerintük melyik a jó válasz. És aki tovább jut a második fordulóba, annak egy kettő feladatból álló nehezebb feladatsort kell megoldani a 60 perc alatt. Az említett diákok között a tananyag -béli különbség is eltérő, így a gyerekek a saját tudásszintjüknek megfelelő feladatokat oldották meg. A gimnazistáknak külön feladatsort készítettünk, tehát ők ö, talán egy picit ö, komolyabb, gondolkodtatóbb feladatokat kaptak. A Rudas középiskolában tehát a pályaválasztás szakmai versenyek is segítik. Ezek révén a gyerekek megismerhetik a rájuk váró feladatokat, magát az intézményt, és így könnyebben hozhatnak majd döntést a nagy nap előtt.